Jó estét kívánok! Köszöntöm kedves nézőinket a képernyők előtt, a Jogász című műsorunk legújabb adásában, amelyben megszokott módon dr. Vertán Balázs ügyvéd úr a beszélgető partnerem. És én örvendek. Neked is, és a kedves nézőknek is. Üdvözöllek Balázs, és jó újra itt látni a stúdióban, és jó újra fölvenni a beszélgetés fonalát, még akkor is, hogyha egy már megkezdett témáról van szó, ugyanis a mai adásunkban folytatjuk az előző adásban megkezdett témát, hiszen az annyi új impulzust adott, annyi féle jogi fogalommal rajzoltuk körül, annyiféle témát ölel magába, olyan színes, annyira gazdag volt ez az eset, hogy nem is tudtuk kellőképpen kiaknázni. Úgyhogy arra kérlek, hogy folytassuk ezt a témát, én először ezt röviden fölvázolnám, amennyit tudok és ismerek ebből az esetből, és aztán majd dobáljuk egymásnak a labdát attól függően, hogy merre érdemes elkanyarodni, melyik irányt érdemes venni. Adott volt bő másfél évtizeddel ezelőtt egy megrendelő, aki egy építési vállalkozónak egy felújítási munkálati megbízást adott, aki a lehető legjobb tudása és lelkiismerete szerint el is végezte ezt a munkát, amelyre fölvette egy előleget, de a teljes munkáltatói díj nem került kifizetésre, vagyis kielégítetlenül maradt a vállalkozó fizetési igénye. Ő mindent megtett azért, hogy az egyensúly megteremtődjön, számlát adott le, amit a megrendelő befogadott, fizetési meghagyást készítetett jogásszal, amely jogerőre emelkedett, megpróbált tárgyalni a megbízóval, és ezt majd bontsuk ki jobban, mert ugye az előző adásban erről nem nagyon beszéltünk, hogy a jogi peres eljárás megkezdése, megindítása mellett párhuzamosan folyt egy viszonylag normálisnak tekintető emberi egyezkedés arról, hogy ugye hogy kerüljön kielégítésre, kifizetésre ez a munkáltatói díj összege. Tehát mindent megtett, azt lehet mondani ez a vállalkozó azért, hogy hozzájusson a pénzéhez. Ennek ellenére ez kudarcot vallott ez a próbálkozása, nem került kifizetésre. Fűtfát megígért, ugye a megrendelő felajánlott zálogtárgyakat, és ott mindenfajta furcsa fordulatot vett a történet, de a peres eljárás is haladt előre, amelynek egy bizonyos pontján, ha jól tudom, 2 évvel a munka elvégzése után egy bizonyítottan fedezett elvonó szerződés köttetett a megrendelő és az élettársa között, ezt a bíróság meg is állapította, a hatálytalanságát is megállapította ennek a fedezett elvonó szerződésnek, és nagyon jól kijavítottál a múltkor, hogy nem hatályon kívül helyezte, mert akkor az azt jelentette volna, hogy valamikor hatályos volt, de most már nem hatályos, hanem eleve sem volt hatályos, megállapította a bíróság, hogy eleve hatálytalan, mert rossz hiszeműsége, illetve itt azt hiszem az ingyenesség is fölmerül, itt majd ezt járjuk körül, bizonyítást nyert, pontosabban az élettárs nem tudta bizonyítani, hogy jó hiszeműen kötötte ezt a szerződést, tehát a fedezett elvonás bizonyítást nyert, vagyis végrehajthatóvá vált az ingatlan. Ennyit tudunk röviden az ügyről, és így összegezhetjük az előző adást. Most pedig azt javaslom, hogy bontsuk ki azokat a mozanatokat, amelyekről nem beszéltünk a múltkor. Például mi is történt ezzel az állogtárgyal, például mi is a helyzet az ingyenességgel, és egyéb nagyon érdekes jogi finomságokat tartalmaz még ez az ügy. Az első mozzanat, amire szeretném felhívni a tisztelt hallgatók figyelmét, az, hogy iparkodhatnak, hogyha nyomodba szeretnének érni, hiszen olyan szépen letisztult benned, megérkezett az a tudás, vagy az a információ, amit a múltkor megpróbáltam átadni, hogy le a kalappal előtted, úgyhogy azt kívánom, hogy a hallgatók is ilyen jó nebulók legyenek, és ennyire felszippantsák mindazt, amit itt mi elhintünk. A második megjegyzés az, mert mindig megpróbáljuk mi vagy a filozófikus szférákhoz, vagy pedig az ember működésének valamelyik lényegéhez kötni azt, amiről beszélünk, hogy ne pusztán száraz jogról beszéljünk, hogy ha beleképzeljük magunkat, ugye utólag mindig bölcs az ember, de akkor, amikor az eseményekben benne van, akkor, és éppen elvégzett egy munkát, éppen azt mondják neki, hogy rövidesen fizetünk, de most átmeneti zavar van, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Ugye nagyon fontos tényező szerintem a remény.
és a hit, és a reménykedés. Ugye ez nem vallásos értelemben beszélünk erről, de ott is húzható amúgy egy párhuzam, hogy a remény és a hit nélkül valamiben, önmagunkban vagy a másikban, hát vagy a költő, az igazságban. Költő szép szavával, bocsáss meg, hogy közbevágok, de annyira ide kívánkozik, a költő szép szavával, ugye Csokonai Vitéz Mihály a reményhez címzett ódájának a csattanójával, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Igen, hát ezt a vállalkozók is, meg sokszor a megrendelők is megélik sajnos ebben az országban. Tehát a remény, a reménykedés, és ezért aztán az erre épülő bizalom, ami éppenséggel nagyon fájdalmassá teszi utólag a csalódást, a megcsalatva létet, az benne van a történetben. És ugye az az érdekes, és az a nehéz ugye ebben az én szakmámban is, hogy minduntalan a bizalmatlanságra, az egy dokumentálásra, a figyelemre, és a körültekintésre, és a szóbeli, a másik adott szavá... Van a kételkedésre, a gyanakvás, az keveslésére, tehát hogy annál többet érjen el. Tehát tulajdonképpen egyfajta bizalmatlanságra, és a későbbi reménytelenségre intő módon próbálja az ember, akár itt a televízió képernyőn keresztül a kedves hallgatókat, nézőket, akár pedig az irodában a tanácsért, hozzám és kollégáimhoz fordulókat, akár a hétköznapi életünkben a másikat rávezetni, erre rámutatni, ami egy nagyon kellemetlen, háládatlan feladat. És igazságtalan is. Mert az életben tudjuk jól, hogyha egy ilyen ügy fedezet elvonó szerződés kielégítetlen tartozás felmerül, jut rá 15 vagy 20, amikor ilyen nem merül föl. És azt gondolom, hogy még az építőiparban kisebb-nagyobb munkák esetében is a megkötött ügyleteknek egészen bizonyosan jóval több, mint 50%-a bizalomra érdemes lefut. Nyilván vannak rosszabb statisztikák is, de azt félve mondja ki az ember, de azt gondolom, hogy hát azért ez nem egy olyan jó arány, ha csak azt mondjuk, hogy a fele. Hát én nem fele is mondanám. Az, simán, én azt gondolom, hogy inkább a tizede, tehát a magános és magános között. Most az állami szféra, a nagyvállalati szféra, a más beruházás, közbeszerzés, az egy másik terület, és más gyomorfekélyekkel terhes, mástól bűzlik. De a kis ember és a vállalkozó közötti ügyletekben egész biztos vagyok benne, hogy egy tized, egy huszad tájban lehet egyébként a nem teljesült szerződések aránya. Vagy egy picit magasabb. Nem tudom egyébként, nincs statisztikám, nem tudom, hogy a KSH ezt mérje. Izgalmas lenne, hogyha mérné a ügyletekbe vetett bizalomnak mekkora az alapja. De bárhogy is, ugye a mi szakmánkban, meg egyébként a közhiedelemben is, ugye kiszedjük azt az egyet, amivel gond van, abból általánosítunk, következtetéseket vonunk le, ezeket megosztjuk a hallgatókkal, ezt a stúdió sugározza, és akkor mindenki abban él, hogy teremtő Istenem, hát milyen társadalomban élünk, már az embernek mindenről papírt kell készíteni, stb. Ami arra nem célzol, igaz, de mégis ez a tanulság. Valahol ugye a rossz esetek, azok igen, aránytalanul nagy hangsúlyt kapnak, mert ugye a rossz hír a hír, és ebből lesz, ezzel foglalkozik a média is, és ebből lesz majd egyből próbálunk tanulságot levonni. Számarányukhoz képest aránytalanul. De jelentőségükhöz és kockázatukhoz képest nem aránytalanul. Köszönöm a pontosítást. Mert mi mégiscsak arra kell segítsük a kedves nézőt, hogy miközben természetesen tudjon bízni, és jól választani, és megfelelő, nyílt emberi kapcsolatba lépni, akár vagyoni értelemben. És szavazzon bizalmat, hiszen bizalom nélkül bizalom nem működik nélkül az élet semmilyen területe. Amellett azonban, ugye, Oliver Cromwell mondta, bíz Istenben, és tartszározzon a puskaport. Hát itt most lőni nem kell, de bizony az a felkészültség arra az esetre, hogyha változnának a dolgok. Mert ráadásul egyébként, akik később a megcsalás-megcsalatás viszonyrendszerébe kerülnek polgári jogi, vagyonjogi értelemben, korábban azok is őszintén hisznek abban, hogy ők majd fizetni tudnak. Tehát a fizető képesség kapcsán ugye felmerül a fizetési készség és a fizető képesség. Bármelyik eltűnhet utóbb, ha esetleg meg is van mind a kettő. Hát vannak persze csalók, akik kezdettől fogva tudják, hogy át fogják verni a másikat. Egyébként ezek általában a legkellemesebb, legmegbízhatóbb emberek, nagy haverok és pajtások, ezt már tudjuk. Ugye ez legyen az besurranótól vaj, vagy valamilyen megbízhatatlan ügynök. Sima modorú, nyakendős
a kendős illetők. De úgy tapasztalom, és térjünk vissza tényleg a konkrét ügyhöz, hogy a leírás alapján, mintha itt is erről lett volna szó, ő egy mindenhájjal megkendőrzsölt illetőnek tűnik a esetünkben a megrendelő. Utólag feltételezhető, hogy az eredeti koncepció sem tartalmazott teljes 100%-os fizetés, hanem mondjuk csak az előleg nagyon finoman fogalmaztál, és akkor igen, diplomatikus próbáltam lenni. Ez egyébként az elmúlt alkalommal még nem merült föl, hiszen ugyanúgy lehetett volna az a helyzet is, hogy próbált, de nem tudott fizetni, és utóbb, hát ugye a fedezett elvonó szerződés, amit megkötnek ugye élettársak, az már ugye nehezen sorolható be a jóhiszemű magatartás körébe egy ilyen helyzetben. Jogilag is utolérte a sántarókát az igazságszolgáltatás ítélete, még hamarabb a hazug embert. De mondjuk addig a történet lehetett volna egy hétköznap történet, ahol a megrendelőnek elfogy a pénz, és ezért nem tud fizetni. Hát azért ott színezi más is. De közben azért történt egy más. Nézzük, hogy mi történt. Vagy a fedezett felajánlás. Annyi történt, hogy egy nagyon-nagyon nagy súlyú és nagyon nagy értékű aranyékszer tűnt fel a mesebeli horizonton, ami nem tárgyasult egy ideig legalábbis, egy nagy fuchs, egy őrült nagy fuchs, hát szinte ez egy rajzfilmbe vezet át minket, egy tanicska méretű fuchs, ami a milliós értéket elérte vagy meghaladta volna. Na, erről ez az állított értéke volt, vagy ez a valós értéke? Hát, valós érték az akkor van, amikor ezt a szakember beméri, vagy eladásra kerül. Ha az állokban volt, akkor az állogos nyilván megállapította. Hát biztos, hogy amikor összeget adtak, akkor a értéke volt. Az adott érték az nem érte el az 1 millió forintot, tehát az 1 millió forintot el nem érő összeg, amit folyósítottak, az biztos, hogy jócskán meghaladta az érték. De hogy pontosan mekkora értéke volt ennek, tehát a mesebeli fuchsnak, azt, 1 millió forintos értékű, de mondjuk gyaklánc, 1 millió forint. Hát azért az már szép, az egy hát szép darab. Én nem is tudom, hogy egyébként hogy néz ki egy 1 millió forintos értékű nagy fuchs. Ezt szívesen megnézzük. De kutyalánc, egyébként. Gondolom, olyasmi méretű lehet. Na jó, izgalmas. És akkor ennek a zálogba helyezéséről szóló zálog cédula volt az, ami a bizalom fokozására szolgált. Ezt bemutatta a megrendelő, hogy itt van egy számára igen-igen fontos, nagy előszereteti, ahogy mondani szoktuk, előszereteti értékkel víró, családi emlékeket hordozó aranytárgy, ékszer, amit ő mindenféleképpen meg akar őrizni, ezt ki kéne váltani a zaciból, és akkor ennek az értékesítéséből pedig a befolyó vételárból bőségesen ki lehet fizetni a fennmaradó vállalkozási díjat. A történet ott vált, hát ugyancsak mesebelivé, most már többedik fordulatban, hogy a zálogházból történő kiváltás céljából a vállalkozó pénzeszközeit kívánta felhasználni, és ez meg is történt, a megrendelő, vagyis azt mondta a vállalkozónak, hogy figyelj, nekem most egy vasam sincs, hát ha lenne, akkor fizetnék, biztos ezt mondta. Nincs pénzem, de ha ki tudnám váltani a zálogházból ezt a ékszert, akkor azt el tudnám adni, és akkor annyi pénzbe folyna, hogy abból téged is kifizetnélek, és még maradna nekem is. Na tulajdonképpen emellett, a stratégia mellett el is indultak, és egyébként az a nagyon izgalmas, hogy az alapkövetelését meghaladó összeget a zálogból való kiváltás céljára együttesen ugye felajánlott, és eszközölt, és kifizetett a vállalkozó, abban a reményben. Ugye? Bocsáss meg, Balázs, ez a vállalkozó nekem eddig az elmondott esetből szimpatikus volt. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy a naivitásnak és a naív alaptalan bizalomnak valami olyan fokára jutott, ami már számomra szinte a balegságnak a határát súrolja. Tehát még egyszer annyit, sőt, többet meghitelez, mint amennyivel neki tartoznak, megduplázza tulajdonképpen. Abban a reményben. De a röhely az, hogy a hatalmas fuchsot készhez is vették. Tehát eddig tulajdonképpen hézagmentes a történet, oké, besétálunk az állokházba, leteszek egy elég nagy összeget, és utána én betehetem a tecsós zacskóba az óriás fuchsot. És akkor ez egy biztonság. Miért nem sétált el vele akkor? Hát nem sétált el, talán itt kezdődik az igazi naív fordulat. Megpróbálom, számomra nem derült ki ez az emberi mozzanat, hogy honnan vette azt a hitmennyiséget, ami ahhoz kellett, hogy az így kiváltott óriás fuchsot. Ez már bűn, ez már akkor a balegság. Nehogy véletlenül már óriás pandát mondjak majd az egyik pillanatban, de most már ugye ez a eposzi jelző, az óriás fuchs.
De az így kiváltott a óriás, súlyos nyaklánc. Az így kiváltott óriás fuksza, miért, azt miért adta ki a birtokából? Ugye megint egy szó, a birtok nem jelent tulajdonjogot, de birtokos az, mondjuk a pohár tekintetében most én nyilvánvalóan nem enném. Beszéltünk már erről. A birtok tulajdonjog aki fizikai kontrollja alá vontott. Na most, hogyha feltűnik a láthatáron az én követelésem biztosítékával szolgáló óriás fuksz, akkor azt a kezembe fogom, akkor azt nyilván nagyon ésszel kell kiadni a kezemből. De úgy történt, hogy megjelent egy megbízható ember, egy kupec, vagy nem tudom, azt hiszem ez a helyes szó, egy kupec, egy közvetítő. Hát ki mondta, hogy megbízható, pont a megrendelő mondta, hogy bizonyos, megbízható. Mondta, tehát aki majd értékesítés céljára, de hát ez egy ígéret szerint, ez egy órás történet lett volna, átvette az óriás fuxot, már látod, már az a panda itt lóg a fejemben, az óriás fuxot, és eltávozott vele. És vissza sem tért, ha jól sejtem. És a mese bizony folytatódik, a mai magyar mese folytatódik, nem tért vissza, hanem koccant aznap, és a közlekedési baleset miatt már sajnos nem tudott visszatérni, így aztán azt a beszélgetést, azt be kellett fejezni, és a másnapi fizetés ígéretével egymástól búcsút vettek a személyek, de ezen a beszélgetésen két személy jelen volt. Ugye ott volt a kupec, most már nevezzük így, ott volt a megrendelő, aki ígérte, hogy fizetni fog, és ott volt az élettárs is, aki elkísérte a megrendelőt, és nyugtatta a vállalkozót, hogy meg lesz az a fizetség, mert ebből az óriás fuxból ki fog jönni az a pénz, meg még több is, ami a fizetségekhez el. És ott volt még egy személy, aki valamelyik őknek ismerőse volt, aki valahogy a munkavégzés miatt volt ott, egy munkás ember. Tehát tanúi voltak az esetnek. Ezeket a személyeket utóbb egyébként sok-sok évvel később a fedezet elvonó szerződés hatálytalansága megállapítására irányuló perben meghallgatták, és ezek megerősítést nyertek ezek a tények, hogy azon a beszélgetésen, amikor egyébként a kupecnek átadták értékesítésre az óriás fuxot, akkor ott volt az élettárs is, ott volt ez a tanú személy is, és ott valóban azt hangzott el, hogy rövidesen hozza a pénzt, és abból kerül majd kifizetésre a vállalkozó. Valószínűleg ezeknek a személyeknek a jelenléte volt, ami megerősítette azt a bizalmat is, amin mi most csodálkozunk, hogy megerősítette annyira. A lényeg az, hogy ezt követően ugye se pénz, se fuksz. Mi mást várhattunk is volna ebből a történetből, így utólag okosak voltunk, viszont lett egy fedezetre vonó szerződés még bónusznak. És egy megduplázott tartozás. Viszont lett ebből egy büntető feljelentés, és lett egy jogerős bűnösséget megállapító ítélet. Jól értem, hogy akkor egy polgári és egy büntetőper zajlott párhuzamosan? Párhuzamosan, de a büntetőper az hamar lement, és akkor az akkor nem sokkal utána meg is állapította a bíróság. Talán fellebbezésen volt az ott kiszabott ítélet ellen, amin végrehajtható szabadságvesztés szerintem, ha jól emlékszem, nem is tartalmazott, csak felfüggesztettet. Ilyenkor egyébként a büntető eljárásnak van hatása a polgári perre? Annyiban, hogy úgynevezett polgári jogi igényt lehet érvényesíteni a büntető eljárásban, ez itt is így történt, így azt az összeget, amit az óriás fuchs kiváltása ellenében átadott egyébként az állokházban a vállalkozó, azt a pénzt, mint a bűncselekmény egyik összetevőjét polgárjogiként a büntető eljárásban érvényesítette, és az a büntető ítélet állapította meg, hogy ez ő neki kártérítésként, így polgárjogi igényként jár, tehát hogy ezt meg kell fizesse a bűnös. És azt ilyenkor a polgári pár átveszi? Az elítélt. Megállapítja? És akkor utána nem kell új eljárás, hanem ez egy végrehajtható határozat lesz, és ugyanúgy végrehajtási eljárás kell kezdeményezni. Egyébként fontos mozzanat, az előző adásban talán nem említettem, hogy természetesen végrehajtási eljárások is folytak, mind a két tartozásra, ugye ez egyik egy fizetési meghagyás volt, ami jogerőre futott, a másik pedig egy bűnösséget megállapító jogerős ítélet volt, amiben a visszafizetendő összeg is szerepelt. Mind a kettőt, és megállapította a végrehajtó, hogy jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezik, és a követelés behajtatatlan. Egyébként a fedezet elvonó szerződéssel kapcsolatos pernek előfeltétele az, hogy a követelés egyéb úton az adóstól ne legyen behajtható.
Ez értelemszerű, mert akkor miért nyúljunk hozzá az általa idegen vagy más személlyel kötött, még ha rossz hiszemű is kötött szerződéshez, hogyha neki van még olyan vagyon, amiből a magyar jog szerint a végrehajtás foganatosítható. De itt nem volt. De itt nem volt, legalábbis de jure nem volt. De facto volt persze, de de jure nem. Hát de facto nem tudom, milyen vagyontárgyai voltak. A végrehajtó kezeügyében nem került olyan jövedelem tárgy, vagy ingatlan tulajdoni hányad, vagy üzletész, vagy értékpapír, vagy nem tudom mi, amit ő le tudott volna foglalni, árverezni tudott volna, értékesíteni tudott volna. Tehát itt azért már nagyon színesedik a történet, itt már egy rejtői fordulatokat vesz a történet, itt már föltűnt egy a 24 karátos autó majdnem, de nem, a királyné nyaklánca az egy másik regény, tehát majdnem, de nem, a királyné nyaklánca egy nagyértékű ékszer, ami hús, így elillant a kezei közül a vállalkozónak. Tulajdonképpen egy bűncselekmény áldozata is, vált már a hitelező, a vállalkozó. Itt már nem 500 ezer forinttal, hanem már 1,2 millióval, vagy valami 1,3 millióval tartoztak nem neki. Nem emlékszem a pontos számokat. Tehát körülbelül ilyen összegekről van szó, és ő tovább folytatta buldog szívósággal, hála Istennek ugye a pert, a peres eljárást, ugye a polgári pert, amely végül... Amelynek tulajdonképpen az irányzéka ugye arra a szerződésre néz, nem a vállalkozás szerződésre, hanem a Fuchs átadása kapcsán a befizetés, meg az értékesítés, meg a bizomány, mert ott is szerződések vannak polgárjogi értelemben is. Hanem a fedezet elvonó fedezés, ami később történt, és látszólag az ügylethez köze nem volt, csak annyiban, hogy ez volt az a pont, amikor megszűnt az a vagyon elem, amiből még kielégítést kereshetett volna a mi vállalkozónk. Hát viszont ezáltal ez volt az archimédészi pont, ezek szerint, ha jól értem, amely meg tudta fordítani a történetet, és igen, ennek a bizonyítása jogi által jogi szempontból valóban végrehajthatóvá vált a követelés. Vagyis illetőleg hát végrehajthatóvá, illetőleg elérhetővé. Elérhetővé. Mert hogy olyan új fedezetet tudtunk ezzel visszavonni a képletbe, ami időközben a szerződés által kicsúszott. Az a bizonyos közös ingatlan. Az a bizonyos közös ingatlannak az egy-kettő tulajdoni hányadát. Ígértük még, hogy az ingyenességről is szólunk, arról is szóljunk. Ugye szerződés vagy viszterhes, vagy ingyenes. Viccesen azt mondhatnánk, hogy a vállalkozó abban a reményben kezdett hozzá a kivitelezési munkákhoz, hogy az egy viszteres szerződés lesz. A megrendelő fejében pedig valószínűleg az a verzió dolgozott, hogy lehet, hogy ő egy részben ingyenes szerződés köt a vállalkozóval, csak ezt előre nem tárja föl. A viccet félretéve azonban a fedezet elvonó szerződés tényállási feltételei és a fedezet elvonó perben hozott ítélet előfeltétele, hogy vagy a rossz hiszeműség, amiről már beszéltünk a múltkor, tudott arról, hogy fedezetet vonnak el az adott szerződéssel, vagy a rossz hiszeműség nyer bizonyítást, vagy a vélelmezett rossz hiszeműséget nem tudja ellenbizonyítani a szerződéskötő hozzátartozó, illetőleg fél, vagy pedig, tehát vagylagosság, vagy pedig ingyenes volt a szerzés. Ugye a jogban nagyon sokszor látjuk azt, hogy aki ingyenesen szerez, az alacsonyabb védelemben részesül, mint aki ellenérték fejében. Aminek megvan egy indoka, hiszen az ingyen kapott előny az kevésbé becses, mint amit az ember vérrel, verejtékel, vagy a saját szolgáltatásával megvásárol. Teljesen érthető, logikus, aki életszerű. Tehát ingyenesen, tehát még idegen személy is, ha ingyenesen szerző, akkor ennek alapján a fedezettel vonó szerződés megállapítására akkor is lehetőség van, ha közben ő jóhiszemű. Tehát ez azért ugye... Ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, itt ők azt állították, hogy itt vásárlás történt. Viszterhesség volt, vagyis kifizetésre került. Ismerősöktől, rokonoktól, barátoktól összegyűjtött összeg megfizetésére hivatkoztak a fedezet elvonó szerződéskötő felek, vagyis az élettársak, a volt élettársak. Amit aztán nem tudtak bizonyítani, ha jól sejtem. Ez ügyben az azon szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd kollégát is meghallgatta tanúként a bíróság, aki csak arról tudott beszámolni, hogy ő nem látta a pénz átadást, neki is az ügyletet kötő felek ismerték el, hogy a pénz átadása már megtörtént. Hát ilyen esetben mindig fölmerül az a kérdés, hogy hát igen, az egy gyanúra okot adó körülmény, hogyha a felek egyébként volt élettársak, egybehangzóan azt állítják. De ugye azon ügyletet szerkesztő ügyvéd nem tudott róla, hogy milyen célból kötik a szerződést. Ő neki nem volt oka gyanakodni, és abban az ügyletben nem csak adálya, hogy a felek úgy nyilatkozzanak, hogy a vételárat már kifizették. És ezt rögzítették az okiratban. Ha azt rögzítették volna az okiratban, hogy ott a helyszínen adta át a pénzösszeget,
és erről az ügyvéd kollega az okiratban is, és tanúként is nyilatkozni tudott volna utóbb, akkor sokkal erősebb lett volna a fedezet elvonó szerződés megkötő feleknek a jogi pozíciója. De mivel erre figyelmet nem fordítottak, ezért aztán ez is egy gyanakvásra okot adó, nem bizonyított körülményként merült föl, így aztán a törvény nem csak a rossz hiszeműséget vélelmezte, hanem az ingyenességet is. És egyébként bármelyik a kettő közül fennáll, már, ha akkor fennáll, a szerződés már... fedezetelvonó jellege megállapítható. Megállapítható. Vagyis tehát aki azzal az ügylettel megszerezte azt a vagyontárgyat, az kénytelen, kelletlen tűrnie kell azt, hogy az igényt a vele szerződő fél, aki rá átruházta, annak a hitelezőjének az igényet közvetlenül az ő vagyont, nem vele, de a vagyontárgyal szemben érvényesíteni tudja, és kielégítést keressen. Lezárult-e az ügy, és hogyha igen, hogyan jutott nyugvópontra? Az ügyről annyit tudok elmondani, hogy született már 2011-ben, tehát körülbelül az események után egy szűk 10 évvel a fedezet elvonó keresett tárgyában egy helytadó ítélet, amit megfellebbezett az a két fél, aki abban a perben alperesként ugye férfi és nő élettársaként szerepeltek, akik a fedezet elvonó ügyletet kötötték. A bíróság, másodfokú bíróság bizonyos eljárási hibákra tekintettel új eljárásra utasította az ügyet. Az alapbíróság ismételten eljárt az ügyben, ott bár eljárási hibák voltak, és meghatározta a másodfok, hogy mit kell még jobban megnézni, ennek ellenére gyakorlatilag szinte újra lefolytatták a bizonyítást, bizonyos szempontból legalábbis, és másodszor is ismét, most már jogerősen megállapították a fedezet elvonó, a szerződés fedezet elvonó jellegét. Nem rosszul mondom, nem jogerős ez az ítélet, ezzel megint lehet fellebezni, de megállapították a fedezet elvonó jellegét. Mi következik ebből a vállalkozóra nézve, hogy az igazságérzetünk két dolog, is kielégülést nyerhet? Hát valamelyes kielégülést nyerhet, két dolog következik ebből. Egy, hogy ha lesz egy fellebezés, akkor az, ha lesz, reméljük megfontolják, mert ez a fellebezés peres illetéke az már elég magas, azt azért meg kell fizetni, és hát azért ez a fellebezés már nem sok reménnyel kecsegtet az elmarasztaltak oldaláról. Ha lesz fellebbezés, feltehetően helyben hagyó ítélet születik, ez borítékolható. Másrészt pedig a így jogerőssé váló fedezet elvonó ítélet alapján a volt élettárs nő tulajdonában álló ingatlan fele tulajdoni hányadára vezethet végrehajtást majd a vállalkozó, ami tehát egy további eljárás még, de azzal a reménnyel kezdheti ezt meg, hogy ha amennyiben az az ingatlan meg lesz még, és időközben nem adják el, ugye, mert ez a veszély még ott van, hogy eltűnik, ismeretlen személynek eladják, befolyó vételár felszívódik, további végrehajtható vagyon nem marad, az élettársnál sem, ha ez nem következik be, ami ellen további jogi lépéseket lehet tenni, és meg is kísérelte a vállalkozó, hogy úgynevezett biztosítási intézkedéssel megpróbálja rögzíteni ezt az ingatlant, tehát nincs vége a játéknak, de hogyha ez megmarad az ingatlan, akkor azt ki kell elégíteni, és meggyőződésem, hogy az ingatlan tulajdonosa, vagy maga a megrendelő szépen fizetni fog, amikor végképp ott vagyunk, hogy a végrehajtó árverése felteszi a fél ingatlant. Ami egyébként egy olyan ingatlan, ami se neked, se nekem nincsen értékben. Ha összetennénk az ingatlanainkat, akkor sem biztos, hogy lenne akkora érték ingatlan. Ez egy szép nagy érték ingatlan, amit valószínűleg nem akar majd elveszíteni, közel 1 milliós tartozás miatt, hanem inkább fizetni fog. Balázs, nagyon köszönöm. Ez tényleg egy hihetetlenül színes, izgalmas, kétadás kitevő jogeset volt. Nagyon köszönöm ezt a jogesetet, és nagyon köszönöm a beszélgetést. Azt hiszem, hogy rendkívül sokat tanulhattunk a mai adásban. Remélem, hogy a kedves nézők is így érzékelték, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm a beszélgetést. Nézőinknek pedig köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk a következő adásainkban is, kísérjék továbbra is figyelemmel adásainkat, és ahogy megszokhatták már, a képernyőn látható egy e-mail cím, jelesül jogász@fixhd.tv, ezen az e-mail címen várjuk továbbra is kérdéseiket, észrevételeiket, hozzáfűzni valóikat, esetleg téma javaslataikat. További szép estét és a viszontlátásra. Viszontlátásra.